egy egészen új tárca novellát, egy friss szöveget hoztam az 5 tízbe most, az a címe. Sajnos nagyon szeretik. Először szinte tapintatosan búgott oda, mutató ujját vágyai tárgyára irányította, és ahogy mindig mindenre azt mondta, me. De mivel nem érkezett azonnal válasz, 14 hónapja valamennyi női praktikáját latba vetette. Fősértő sikoltása ívődésnek csak szülői jó indulattal volt nevezhető, de elérte, amit akart. Bóbit a követelőzését most már lehetetlen volt félreérteni. Simon, a park egyik szolíd férfia, aki ránézésre öt uszkvel hat éves lehetett, korát meghazudtoló bölcsességgel a játékára nézett. A lemondás és a szomorúság árkot rajzolt fehér homlokára. Bóbita ekkor egy oktávval mélyebb nyögéssel nyomatékosította, hogy igen, arra a csinos, minden igényt kielégítő gumilabdára áhítozik. Buda felé ment le a nap, arra szokott, ősz van, hamar sötétedik, a homokozó zsúfolt mezeje fölött még nem hullajtották el lombjaikat a hársfák, ezért ott még hamarabb alkonyi homály dereng ami fölöttébb előnyös azoknak, akik termést, galamszart, homokot vagy más, a szülők szerint illegális anyagot szeretnének ott komolyabb mennyiségben elfogyasztani. De a folyton aggódó szülőket láthatóan nyomasztja a hamar este, hogy haza kéne már menni, ahogy a Nóta mondja, másfelől, ha az, akinek mindenképpen el kell fáradni a fürge marad, göröngyösnek ígérkezik a idő. Mi nálunk a fölös energiák démoni idején, valamiért két gyulai író, Orkai László is Kisottó van a legnagyobb veszélyben. Szerencsére nem személy szerint, csak a könyveik. A dedikált, megkímélt, óvott példányok ülnek a polc legrosszabb helyein. Valahogy mindig ők kapnak egyéni paradicsomos mintázatot, esetleg a még egyetemista koromban vásárolt és rongyosra olvasott sátántangó lapjai közé paszírozódik be némi kásás körtehús, vagy enyhén rágott savankás almagereszt. Édes, magos füge. Ősz van, Isten bőven és drágán adja a gyümölcsöket, és a viharsarki írók mozulatlanságába egy kislány képében megérkezik a vihar. A mindenki maradjon otthon vasárnap délután színes lapjain lustán nyújtózik el egy szelet vajas kenyér. A homokozó különben olyan, mint valami rejtélyes színpad, Színész benne minden leány és ifjú. A tartózkodó nehezen ismerkedő szülőknek a pokolhoz hasonlít, aki korábban is könnyen plegykált trolin piacon az elemében lehet. A receptötletek és nevelési tanácsok témakörében, különösen az utóbbinál lehet észrevétlenül tájékozódási versenybe keveredni. Mire képes az emberi, emberi faj ifjú egyede, mondjuk nyolc hónaposan és egynaposan? Mi az elvárás és mi a valóság? Mit gondol erről az evangélium, és mit a kerületi védőnő, attól függ, melyikük illik többet is ismerni. Mit ír erről a kismamák ilyen-olyan blogja, és hol az egyedi igazság? A homokozó színházi terében megépül a felnőttek valósága. Várak, fagylatgombócok és vizes csapdák készülnek, és galádmódon le is romboltatnak, persze mások által. Minden olyan, mint később lesz mint ahogy az öltönyben a homoknyomathoz guggoló apuka táskás szemén, vagy a magas sarkúban a partról utasítgató anyuka púderezett ráncain látszik. Ilyen lesz élni. Ennyi öröm és fájdalom, lemondás, az élet csodás és gyötrelmes, a nagymama által gondosan kimagozott dinnyeszelet nem mindig esik le a porba. És ha leesik, némi alázattal még meg lehet enni. Ismerek anyukát, aki egész nap kint van. Délelőtti homokozás és délutáni homokozás, mindig más homokozó ruhában. El sem tudom képzelni, hogyan lehet beszerezni ennyi váltást. Vannak, akik mindenkit ismernek, mások meg már oroszul is újra megtanultak. A sors közössége, hogy óvoda a szeretett jövőd, alázatra kényszerít. Elmosódnak határok, melyek áthághatatlannak tűntek és rajzoltatnak újak, melyeket olyan könnyű volt átlépni gyerektelen felnőttként. Szóval a labda. Simon fölemelte a labdáját, és ahogy egy megtört, sorsával megbérkélt férfihoz illik, elindult vele Bóbita felé. A lányunk győzelmi kacagását nem bírta elnyelni a Margit-sziget mellett osonóduna. Bóbita fölpattant, és az egyensúlya gyönyörű birtokában méltósággal inogva várta, hogy a cammogó férfi végre odaérjen hozzá. Szőke göndörfürtjeit ragyogtatta a lemenő nap, csak a banándarabkák sötét lettek benne dacosan. Nagy hiba volt pöttyös labdát venni, közölte Simon. Most már tudom. Olyan leverten nyújtotta oda a tulajdonát, mint aki örökhűséget fogad éppen. Hanna azonnal végignyalta a bitorolt játékot, jelezvén, ez már az övé. A lányok, mondta ki élete igazságát a Szent István Park ifjúsárműre, sajnos nagyon szeretik a pöttyüket.